Családi vonatkozású saját ősei sorsát feldolgozó trilógiája harmadik kötetét mutatta be Gáspár Klára írónő. A székelyvér, a székely szív után most a székely sors az, ami betekintést ad az író nagyszüleinek székelységük miatti kiszolgáltatottságába, hányatott sorsába. Az írónak ez az első könyve. Egy bukovinai székely család és egy bukovinai német család sorsa bontakozik ki az olvasó előtt, azaz két szálon fut a cselekmény. 40 évig az önkormányzatnál dolgoztam hatósági főosztályon, és mielőtt elmentem nyugdíjba, akkor kezdtem el írni, és édesapámnak akartam ezzel elsősorban örömet szerezni. Akkor még nem is gondoltam könyvkiadásra, csak amikor többen olvasták a regényeimet, és ösztönöztek arra, hogy adassam ki akkor. Gáspár Klára eddigi élete során teljesen mással foglalkozott, egyszer aztán jött a nagy felismerés és az érzés, ami már régóta nyomta a lelkét, meg kell írnia ezt a székely trilógiát. Nagyobb a siker, mint amire számítottam, hiszen hát ugye engem senki nem ismer, tehát egy ismeretlen író az azért nem annyira vonzó a könyvesboltokban, hogyha meglátják a nevét. Olvasom a kritikákat, és jók, tehát nagyon jó kritikák jelentek meg róla, főleg most már a harmadik után így, aki egybe olvassa el az egészet. Egyetlen egy kifogás van mindig, hogy nem használom a székely tájszólást, és sajnos ebben igazuk van, úgyhogy be kell látnom, de hát én azt nem beszélem, és a családban sem hallottam, tehát ezért van annak az, hogy nem. A trilógia első része a Székelyvér 2019-ben, majd a Székely szív 2020-ban, és most pedig a Székely sors, ami az olvasó kezébe kerülhet. Vannak már visszajelzések a kötetek sikerét illetően. A motiváció az az volt, hogy édesapám bukovinai székely származású, ugye az ő szülei pedig anyja, apja a székely, és a nevelőanyja pedig német. A regényeim két szálon futnak, egy székely család és egy székely német család vonalon, tehát többször jelentkezik a két család a regényben. És a hányattatásuk is, ugye külön van a székely családnak a hányattatása, akik Bukovinából a háború idején, ugye 41-ben Bácskán keresztül, majd 45-ben Magyarországra kerültek az én hozzátartozóim Bátaszékre. A másik családom, a székely német családom pedig Bukovinából 40-ben Lengyelországba, Ausztriába és úgy Magyarországra, hiszen őket ugye németként a harmadik birodalomba telepítette Hitler. Most pedig egy kis beavatást nyerünk a trilógia valamennyi kötetébe. Az első az mindenképpen egy romantikus regény, ahol a székely férfi megismerkedik a német kisasszonnyal, és a vége házasság lesz. Azért rakom a borítókra mindig a vonatot meg a sínt, mert vonaton ismerkednek meg, tehát elsősorban ezt szerettem volna már az első résznél, hogy olyan legyen a borítója, hogy a vonat meg a sín az fontos legyen, és ugyanez mutatja a hányattatásukat is. A második részben ugye utaznak Lengyelországba, Ausztriába, tehát ez a háború alatt játszódik, egy kicsit nyilván komolyabb hangvételű, ide is azért próbáltam beleszőni olyan részeket, ami feldobja az embert egy kicsit a nyomasztó történetből. A harmadik? A harmadik pedig politikai inkább, tehát a Rákosi rendszer és a Rajk elleni per. Ezzel úgy tűnik befejeződött a trilógia, azonban valami még nyitva maradt, mintha lenne még mondani való, amely talán egy újabb regény születését sejteti. Valóban 1949-ben a Rákosi per befejezésével zártam le a könyvemet azzal, hogy a főhősöm ismét bőröndel a kezébe utazik, de az, hogy hova és mikor, mennyi ideig, erről én már nem szeretnék írni. Nem szeretném az 56-os eseményeket, vagy egyéb ilyen eseményeket beleszőni regénybe, úgyhogy én ezt így nyitva hagyom. Gáspár Klára nem csak prózába jeleskedik, hanem sok verset is ír, szinte rímekben gondolkodik. Sok vidám verset írok, annak is általában van mondani valója, tehát nem a levegőbe beszél, de vidám megfogalmazása, de éppen úgy írok komoly témáról is, tehát a háborúról, a
Covidról, tehát több antológiában jelent meg már versem, ami 4 vagy 5 antológiában is jelent meg. A Generációk újságban is már 2 vagy 3 versemet betették. Egy új könyvet kezdett írni, egy thrillert, amelynek teljesen más a hangvétele, hangulata, műfaja. Próbálkozik vele, még nem tudja, mi lesz belőle, de minden esetre kitartó és szenvedélyes szójátékos, Gáspár Klára író.